Na sziasztok, most már 27-e van, és holnap jönnek a bogiék, úgyhogy nem tudom, hogy mennyit fogok videózni az elkövetkezendő napokban, ugyanis itt fognak maradni egészen 31-ig, úgyhogy azt majd meglátjuk, hogy az hogyan alakul, és mennyit tudok vlogolni, hogyha egyáltalán tudok bármit is felvenni. Na most nagyon-nagyon fáj már a kezem, mert már vagy 51-ére próbáltam ezt a kis bejelentő részletet, vagy bejelentkezős részletet felvenni nektek normális fényeknél, de nem lehet találni normális fényt. Ugyanis kint esett a hó, és minden csupa fehér, amit már mutattam nektek, és nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon örülök neki, mert nagyon régóta nem láttam már havat. Talán 2 éve nem láttam havat már, ami eléggé szomorú. Na mindegy, a mai napon egyébként pontosan hamarosan, igazából egy olyan 10 perc múlva el fogunk indulni be a városba. Úgy azt gondoltuk, hogy így a 2 ünnep között, még amíg ugye nincsenek nálunk így barátok, meg ilyesmi, ugyanis Vivivel is fogunk találkozni, ugye a bogiék is itt lesznek, szóval addig így kettesben, meg anyukám is jön egyébként, majd kicsit később csatlakozik hozzánk. Így elmegyünk be a városba, az Árkádba kicsit vásárolgatni, úgyhogy megnézelődni. Úgyhogy most ez lesz, hogy oda bemegyünk, nézelődünk egy kicsit, és aztán majd amikor hazajöttünk, akkor majd bejelentkezek, megmutatom, hogy miket vettünk, hogyha vettünk olyan érdekes dolgokat, illetve fogok mesélni néhány karácsonyi ajándékomról is, mert kaptam néhány krémet, meg kenceficit, meg ilyesmit, úgyhogy gondoltam, hogy arról beszélek egy kicsit, amit például ma próbáltam ki először, ilyen primert és szemkrémet. Azt hiszem, ezt a 2 próbáltam ki, meg kaptam egy csomó parfümöt is, de majd arról később beszélek, hogyha nem felejtem el, remélem nem felejtem el. Úgyhogy igen, most akkor induljunk a városba. Na sziasztok, végre megjöttünk a vásárlásból, egyébként még mindig 27-e van, és hát most már hány óra lehet? 19:49 van, úgyhogy most már eléggé késő van. Na mindegy, most értünk haza, elég sok helyen voltunk az Árkádban, aztán elmentünk kajálni egy tök jó hamburgeres helyre, tök jó cuccokat lehet kapni, majd mutatok nyilván képeket, meg a helyet is lefotóztam így kívülről, tök menő néz ki. Aztán azt hiszem, hogy ez egy ilyen új hely, ami most nyílt Pécsen, és mindenkinek javaslom, mert nagyon-nagyon jó hamburgert lehet náluk kapni, és nagyon-nagyon kedvesek is az emberek ott. És utána pedig elmentünk az Aldiba, és utána a Jiskbe. Az Aldiban bevásároltunk egy kicsit, úgyhogy azt most meg fogom nektek mutatni. Anyunak kellett valami a Jiskből, úgyhogy ez nem nekem. Illetve az Árkádban vásárol dolgokat is meg fogom nektek most mutatni. Fel fogom őket próbálni, és szerintem még életemben nem csináltam még ilyen felpróbálós ruhaholt. Azt hiszem, talán egyszer megpróbálkoztam vele, vagy valami, de annyira rosszul éreztem magamat a bőrömben, és annyira
emlékszem, kövérnek és rondának éreztem magam, hogy vagy soha nem töltöttem föl, vagy soha nem raktam be olyan képeket, ahol látszik, hogy azért kicsit tundibb vagyok, nyilván. Amikor ez látszik az arcomon is, úgyhogy ezt nem igazán lehet nagyon elrejteni. Na mindegy, szóval még soha nem csináltam ilyet, és arra gondoltam, hogy most miért ne. Igazából szeretném én is felpróbálni a ruhákat, mert nem próbáltam egyiket se föl. Csak a kabátot, ugyanis sikerült kabátot szerezni, aminek nagyon-nagyon örülök. Na mindegy, szóval igen, és utána hazajöttünk, utána volt itt akit problémák a WC-vel, hú, nagyon izgi, nem is akarok ebbe belemenni jobban ebbe a WC-s dologba, mert nem túl szép dolog. Mindegy, az a lényeg, hogy lehet, hogy, tehát valószínűleg dugulásunk van, ennyi. És akkor itt le kellett dolgokat csinálni, leönteni a WC-t, meg ilyesmi, úgyhogy azt megcsináltuk. És akkor utána meg ugye kipakoltuk a dolgokat az asztalra, meg bepakoltuk a mélyhűtőbe, amit be kellett a mélyhűtőbe pakolni, és utána le kellett mennünk a nagynénémékhez, mert a nagybátyámnak tegnap volt a szülinapja, és akkor megünnepeltük kis tortával. Nagyon szép tortát kaptunk egyébként. Narancsos torta volt, úgyhogy igen. És akkor most itt vagyunk, úgyhogy most már mutatom nektek végre, hogy miket vettünk az Aldiban. Nos, itt is vannak azok a dolgok, amiket az Aldiban vettünk. Szóval először is ilyen 3 és feles tejet vettünk, 6-ot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mert ezt szoktuk használni az angol teához is, meg ugye a teljes teához is, meg a tejhabosítóhoz is, mert az a legjobb, tehát ez a fajta a legjobb ahhoz. A tejhabosítóhoz. Akkor vettünk egy narancslevet, ami egy ilyen multivitamin, vagy multi... fogalmam sincs, hogy minek hívják. Azt írják, hogy ananász van benne, meg répa. De hát akkor lehet, hogy csak ananász és répa. De vettünk egy ilyet, ez 2 literes. Ki akartam próbálni, ez baromi drága volt egyébként, ez a Café Freyes teljes kávé, ez a nicaraguai dohány ízű, volt egy másik fajta is, de úgy döntöttem, hogy egyszerre csak egyet szeretnék megkóstolni, és mint mondtam, én imádom a Café Frey kávéit, úgyhogy erre nagyon-nagyon kíváncsi leszek, úgyhogy igen, azt hiszem valami 900 forint volt ez a nem is tudom mekkora üveg, még csak nem is 1 literes üveg. 75 decis üveg, úgyhogy durva volt. Jó, akkor vettünk egy Blue Lagoon koktélt, ezt a Jamesnek, illetve vettünk egy Cosmopolitant nekem, majd későbbre, mára, igen. Akkor vettünk egy csomag Kinder tejszeletet, ez egy ilyen hagyomány nálunk, így a Jamesnél és nálam, hogyha olyan boltba járunk, ahol lehet kapni Kinder tejszeletet, akkor veszünk egy ilyen 5-ös pakkot, úgyhogy ez jött velünk, nagyon-nagyon szeretjük. Az én kedvenc csokim, a Chocobons, az egyik kedvenc csokim, Chocobons, nem bírtam otthagyni, muszáj volt most már venni egyet, mert már sok helyen láttam, és most már mondom, most már megveszem, engem nem érdekel. Van itt 2 vaníliás krémtúró, ez a teljesen sima, ezt nagyon-nagyon szeretjük, nekem ez a kedvencem, más nem is eszek meg, csak ezt a fajta krémtúrót, ez ilyen XXL-es, és ezt James is nagyon szereti, úgyhogy ezért vettük még ezt. Vettünk egy vajat, mert fogyóban van a vaj, nagyon egyszerű. Akkor vettünk egy lungókréma, alumínium kapszulás kávét, ezt anyukám választotta ide a kávésarokhoz, hogy legyen kávé, gondolom, vagy nem tudom, igazából semmi speckó nem volt benne, egyszerűen csak, hogy legyen kávé. A kedvenc Haribom, ezt a Haribót semmi nem körözi le, és ezt nem lehet kapni egyébként Angliában, úgyhogy ezt is muszáj volt megvennünk. Sokkal olcsóbb volt egyébként, mint a Tesco-ba. Nem tudom, hogy miért lepődök ezen annyira meg, de sokkal olcsóbb volt. És igen, nagyon szeretem ezt a Haribót, úgyhogy még ez is jött. És bejött egy grapefruit, ilyen pink grapefruit lé, amit szintén nagyon szeretek.
jött egy kóla, és jött még egy kóla, ami ilyen másik, ilyen fura fajta kóla, ilyet én még nem ittam. Ez a Jamesnek, nekem, hogyha esetleg akarnám, akkor egy ilyen normális Coca-Cola, nem tudom. Igen, ez az, amit én szeretek néha-néha. Akkor van itt egy Winter Tea Snowy Plum limitált kiadású Nesté, vagy Nesty, bocsánat, ilyen is jött. Akkor van itt kettő darab chips, mindkettő chio, mindkettő hagymás tejfölös. Ez majd akkorra vettem, amikor, vagy vettük, amikor, hát ezt a Vivihez fogjuk elvinni, mint snack, ugye? Valamit csak így enni. De aztán lehet, hogy csak egyet fogunk elvinni, majd meglátjuk, hogy mennyit. És hogyha már chipsek, akkor kiszerettük volna, vagy én szerettem volna kipróbálni ezt az édes burgonya chipset a Snack Fun-tól. Nagyon drága volt, gyerekek, úgyhogy ajánlom, hogy jó legyen, mert hát ez tényleg baromi drága chips volt. 100 grammos, és mondom, nagyon drága volt, úgyhogy nagyon remélem, hogy jó lesz. Akkor van itt egy, hát egy ilyen, nem tudom, joghurt, olykos joghurt, ez most akciós volt féláron egyébként. Ez fahéjas, és igen, szilva és fahéj egyébként, úgyhogy ezt gyorsan bedobtam a kosárba, illetve ahogy látom, anyukám még bedobott a kosárba egy ilyen szedres joghurtot, ezt nem láttam, hogy ezt ő megvette, vagy oda bedobta a kosárba, mindegy. Vettünk egy citromot, hogy legyen, illetve vettünk a banánt, hogy legyen, mert hát a banánt azt viszonylag sokan szoktuk, sokszor szoktuk enni. Illetve vettünk, hát fura egyébként, ezt anyukám úgy ismeri, mint japán szilva, én pedig úgy ismerem, mint japán alma. Úgyhogy nem tudom, valami P betűssel kezdődik a neve eredetileg, azt a James azt már megnézte, csak most nem jut eszembe, hogy mi. Mindegy, az a lényeg, hogy mi ezt nagyon-nagyon szeretjük, nagyon finom édes, és mindenki próbálja ki, ezek szerint itt Magyarországon japán szilvának hívják, mondom angolul, Japanese apple, mindegy. Ilyet is vettünk kettőt, illetve az utolsó darab, hogyha jól látom, az egy ilyen teaitalpor, ami engem Balatonra emlékeztet, mert mindig ott ittunk ilyet, és nagyon szerettem volna megint inni ilyet, és megint kipróbálni, hogy vajon jól emlékszek erre, úgyhogy meg azon is gondolkodtam, mert hogy ilyenről még a James nem hallott soha, hogy esetleg mondjuk hazavinni Angliába egy ilyen italport, vagy nem tudom, majd meglátjuk, hogy itt isszuk meg, vagy visszavisszük, és ennyi igazából, ennyi az össz dolog, amit vettünk. Még gyorsan megmutatok nektek kettő könyvet, mert hogy bementem az Alexandrába megint. Gyerekek, nem kéne engem az Alexandra közelébe engedni, na mindegy. És ugye hát mondtam nektek, hogy ott van, volt egy harmadik könyv, amit meg akartam venni még akkor, amikor a Vivivel találkoztunk, ugye? Már vagy egy hete, nem tudom, igazából lehet, hogy nem egy hete. De szerintem egy hete. Több, mint egy hete. És azóta se tudtam azt a könyvet kiverni a fejemből, tehát fogalmam sem volt, hogy mi a címe, hogy ki az írója, nem tudtam róla semmit. És akkor úgy voltam vele, hogy most úgy voltunk, hogy ott voltunk, mondom, most akkor bemegyek. Engem nem érdekel, most bemegyek. És megtaláltam, amit kinéztem magamnak, akkor, amikor elsőnek voltam ott, és ez pedig Tracy Bashanen-től a Hallgatás fala. És ez így néz ki, csodaszép könyv, gyönyörű, nagyon-nagyon érdekes sztoria van. Az a lényeg, hogy van egy nő, aki férnél van, vagy van férje, családja, minden gyerekei, és akkor egyik nap, amikor hazaér valahonnan, akkor vérbe, tehát meg úgy vérbe fagyva találja a férjét, és a gyerekei csak fölötte állnak, és nem csinálnak semmit. És tök nyugodtnak, nyugodt,
nyugodtan ott nézik a halott apjukat, meg nem tudom, és akkor erről szól, hogy miért, meg ilyesmi, tehát ilyen tök érdekes. De itt van a kis cucc, amit váltok, megpróbálom valahogy beállítani, úgyni, amit le tudtok, csak állítsatok meg a videót, és olvassátok el, hogy miről szól. Nagyon-nagyon érdekes, úgyhogy ezt szerettem volna megvenni, az van az elején, hogy gyermekei halálos titkot rejtegetnek, képes megfejteni, miért az egész családját felemészti. Igen, és akkor ez eredetileg 4000 forint volt, és én 2800 forintért vettem meg. Ami szerintem tök szuper. Úgyhogy még mindig akció van, aminek nagyon örülök. És akkor így nézegettem ezt az ilyen akciós sort, hogy mi van ott még, meg ilyesmi, és akkor lenéztem, és akkor megláttam egy könyvborítót, ami annyira megragadta a tekintetemet, hogy hihetetlen. Igen, vettem még egy könyvet. Nem kéne valaki állítson meg, komolyan mondom. Igen, vettem még egyet. Egyébként ezt a Hallgatás fala című könyvet a James-től megkaptam. Viszont ezt már én vettem magamnak a következőt. Szóval a következőnek az a címe, hogy Ellopott házasság, és Diane Chamberlain írta ezt a könyvet. És mondom, a borítója úgy valahogy olyan, nem tudom, olyan, úgy megragadta, mondom, a tekintetemet, így a figyelmemet, teljesen odamozzotta a figyelmemet rá. És ez igazából arról szól, hogy van egy nő, mikor játszódik? 1944-ben játszódik egyébként, és annyi a lényeg, hogy azt hiszem, hogy van egy nő, és annak van egy vőlegénye, aki éppen a második világháborúban, nem, bocsánat, egy chicagói kórházban önkénteskedik, ugye ez a vőlegénye ennek a nőnek, és túl sokáig van el ez a vőlegény, és egyszer csak találkozik egy másik pasival ez a nő, és belebonyolódik egy ilyen egyéjszakás kalandba, és terhes lesz. Tehát azt itt nem írják le, de annyira lehet tudni, hogy terhes lesz egyébként, hogy nagyon. Tehát az a lényeg, hogy terhes lesz ettől a férfitól, és úgy dönt, hogy emiatt felbontja az eljegyzését, ugye ez az élete szerelmével, ugye ezzel a csávóval, és összeházasodik a gyermekének az apjával, és akkor igazából hozzájuk költözik, vagy így, nem tudom, ez a csávó valami gazdag csávó, és vagy hozzájuk költözik, vagy nem tudom, valami történik velük, nem tudom. Az a lényeg, hogy egyre több titkot meg ilyesmit tud, meg a családról, meg a gyermekének az apjáról, meg ilyesmi, szóval tök érdekes, és ilyen 1944, hát könyörgöm, gyönyörű, imádom az ilyen régebbi időkben játszódó könyveket, imádom, tehát nekem az ilyen 1800-as, hát olyan 1800, oké, legyen 1800 pont, legyen mondjuk 1850-től, mondjuk az ilyen 2000-es évekig, ami ott játszódik könyv, akkor az nekem tökéletes, én ezt imádom, tehát azért néz ilyen modern világban játszódó könyveket, nem annyira szeretem például. Mondjuk ott van az a, olyan, amiket Leiner Laura ír mostanában, én azt sem nagyon szeretem. Nem én, mert olyan nagyon modern, de tök mindegy. Az a lényeg, hogy amikor elolvastam egyébként, amikor megfordítottam és elolvastam, hogy 1944, ott rögtön megvett. Mondom, én ezt megveszem, meg nem érdekel. Úgyhogy megmutatom nektek a hátulját. Várjatok, gyorsan ráközelítek, így. Jó, olvassátok el. Szerintem tök jó a sztoria, úgyhogy ha szeretnétek, akkor vegyétek meg Alexandra könyvesboltból. Szépen sikerült ezt megfogalmaznom. Na mindegy, és amúgy ez is 4000 forint volt eredetileg. Viszont én, és most kapaszkodjatok meg, 1300 forintért vettem meg ezt a könyvet. 1300 forintért 4000 forint helyett, úgyhogy szerintem tök jó díjat csináltam én itt. Igen, úgyhogy ennyi. Mostantól nem fogok könyveket venni, és remélem senki nem fog könyvesbolt közelébe
engedni engem. Úgyhogy most gyorsan meg fogom nektek mutatni, hogy miket vettünk, amúgy ilyen ruhák, meg ilyesmik. És akkor utána lezárom ezt a videót, mert azért vannak dolgok még, amiket csinálnom kéne, úgyhogy maradjatok velem, nektek egy pillantás lesz, de na mindegy, gyorsan megmutatom a ruhákat. A kamera nagyon nehezen fókuszált rám, úgyhogy gondoltam, hogy ez nem lesz a legjobb ilyen kamera beállás most, de most először is a James ruháit szeretném nektek megmutatni, mert neki is vettünk néhány dolgot. Hát, hogyha jól látom, akkor neki csak egy dolgot vettünk, igazából holnap megint be fogunk menni az Árkádba. De jó, csak akkor már a bogiékkal, úgyhogy igazából még akkor, tehát be szerettünk volna menni a Springfieldbe még ma, de aztán végül nem mentünk be, ugye? És akkor holnap az lesz, hogy Springfield, New Yorkerbe be akarok nézni, meg Houndenbe. Voltunk most is a Houndenbe, csak nem tudtam annyira nagyon körülnézni. Na mindegy, szóval a C-undába voltunk még, és ott vettünk neki egyetlen egy dolgot, úgyhogy csak egyetlen egy dolgot vettünk végül is. Ez egy fekete naci, ez egy ilyen egyszerű, sima, fekete skinny nadrág, teljesen, tényleg teljesen egyszerű, úgyhogy ő neki ezt vettük. Na és akkor mondom, hogy nekem mit vettünk. Először is, hát nem tudom, hogy ezt most fel fogom megpróbálni, lehet, hogy fel kéne, de akkor úgy lesz, hogy először megmutatom, hogy mit vettünk, aztán majd utána felpróbálom szerintem, bár nem tudom, hogy szokás ezt csinálni. Mindegy, az a lényeg, hogy baromira le vannak értékelve a C&A-ba a dolgok, és szerettem volna egy ilyen szebb pizsamát, ami olyan nagyon, tudjátok, olyan kényelmes, és az se gáz, hogyha mondjuk vlogolok benne, vagy ilyesmi. Úgyhogy, ja, meg a másik, hogy baromi jó áron volt. Tehát ez egy, mennyiről? 6995 forintról volt leárazva egy ilyen kétrészes pizsama, 3995 forintra, ami tök jó. És mondom, kétrészes, a legtöbb kétrészes az úgy volt, hogy vagy 6000-re volt leértékelve, vagy pedig külön lehetett megvenni az alsó részét, meg a felső részét, és darabját ilyen 4000 forintért. Úgyhogy ez jobban jött ki. Na mindegy, ez egy ilyen pizsi, XL-es egyébként. Az van ráírva, hogy Stay Wild. Oké, nem tudom. De ez egy ilyen szép, sötét kék, nagyon puhi, eléggé vékony egyébként, nagyon-nagyon vékony anyaga van, viszont nagyon puha, hosszú ujjú egyébként. Úgyhogy ez az egyik. És akkor ezt meg így félrerakom, meg felpróbálom, és akkor itt van az alja, ami egy ilyen leopárd mintás. Ennek a, hát az alja az lehet, hogy kicsit túl nagy lett, de mindenféleképpen a legnagyobb méretet szerettem volna, mert szeretem, hogyha a felső az nem tapad rám, főleg, hogyha a pizsamáról van szó, senki nem látja, hogy mennyire lóg rajtam az adott pizsama, úgyhogy, vagy nem tudom, bármi, úgyhogy tök mindegy, azt akartam, hogy kényelmes legyen. Úgyhogy igen, ilyen az alsó része, és azt szeretem még benne, hogy nem ez a, tehát gumis az alja, én annyira nem szeretem a gumis aljú pizsamákat, viszont ennek nem annyira gumis, mint néhánynak. Tudjátok, vannak azok a pizsamák, amiknek így az alja ilyen ekkora gumi van rajta, ilyen nagy, így ekkora, és akkor így tepre, így ekkora köbő az egész. És ez meg ilyen ekkora, úgyhogy ez tök szupi, nem túl durva, úgyhogy ez az alsó része, mondom, majd felpróbálom őket, és akkor elmondom, hogy a véleményemet róluk, nem tudom, oké, okay. És vettünk még egy dolgot, ez a még két dolgot a C&A-ban nekem. Az egyik, az nem tudtam otthagyni. Tehát ezt nem tudtam otthagyni. Egyszer visszaraktam már, és aztán megint visszamentem érte. Hogy azt mondom, ezt nem tudom elfelejteni. Ez a gatya, ez egy nadrág, szintén le volt értékelve 6995 forintról 4495-re, XL-es szintén. És ez egy ilyen teljesen sima nadrág, ami szerintem feljön körülbelül így a, nem tudom, eddig. Nem tudom.
De az a lényeg, hogy ez egy ilyen tök jó, ilyen nehéz anyagú, de puha, és fekete egyébként, elfelejtettem mondani, és trapéz az alja, és tökre tetszik nekem, hogy ilyen trapéz az alja. Mostanában az ilyen trapéz alja nadrágokat én imádom valamiért, van otthon kettő, meg most van itt egy, és szerintem ezt majd valahogyan haza fogom transportálni, haza fogom vinni, mert mondjuk nagyon-nagyon nehéz, mondom, ez egy nagyon nehéz anyag, de közben nagyon-nagyon kényelmes, úgyhogy ezt, erre vagyok a legkíváncsibb, hogy ez vajon rám jön-e, és hogy mennyire kényelmes, egyébként elég jól nyúlik, tehát azért ennyire ki lehet nyújtani, de mondjuk hát annyit csak nem kell, nem tudom, úgyhogy ez a másik. És akkor az utolsó dolog, amit a Cingdába vettünk, az egy pulcsi, ami szintén nagyon megtetszett nekem, és tök random találtam egy random ilyen akasztós helyen, tehát később megtaláltam a többit, ahol a többi volt, de azok annyira ilyen crop toposnak tűntek, úgyhogy lehet, hogy valami, nem tudom, hogy csak ez egy maradt, vagy nem tudom. Mindegy, az a lényeg, hogy ez egy ilyen hosszú pulcsi, amiket én nagyon szeretek, és ez mennyiről? 8.995 forintról. Ki ad ezért 9.000 forintot? Én nem tudom. Mindegy, 4.995-re volt leértékelve, és ez egy hányos méret? Jó lenne tudni, hogy hányos méret. Nincs rajta a méret. Emlékszem, hogy anyukám is gondolkodott, hogy ez ilyen egyméretű, de nem. 54-es, az lenne a méret. 54-es. Ott az a kis izé, az lenne a méret, nem tudom. Mindegy, az lényeg, hogy ez egy ilyen szürke, tök jó alakú, nekem tökre tetszik. Rolling Stone-os felső. És nem hallgatok Rolling Stones, nem. De nagyon megtetszett, hogy a színe, elsősorban, hogy szürke. Másodikként pedig az, hogy ilyen nagy. Tehát ilyen kényelmes, olyan kis kényelmes, begubózós pulcsi, és ilyet kerestem, de nem találtam, úgyhogy ez az egyetlen, amit találtam, úgyhogy mondom, nem hagyom ott, úgyhogy elég ez. Ezt is majd fel fogom próbálni, és akkor azt hiszem ennyi. És akkor itt van a blokk is, nem tudom, hogy a másik, igen, annak is megvan a blokkja. Összesen 25.520 forintot költöttünk a Cémundába egyébként ezekre a dolgokra. És akkor most jön a Houndem, ahova még bementünk, és hát itt 20.540-et költöttünk, de abba benne van anyukámnak egy kabát, amit végül ugye nyilván kifizetett, és az, hát ez mínusz 8.000 forint. 7.995. Szóval akkor nem is tudom, akkor ilyen mennyi? Nehogy már matekoznom kell, ilyen. Mindegy, kevesebb volt, mint 20.000 forint. Oké? Nem tudom, mínusz 8.000. Számoljátok ki, én nem fogom. Na. És akkor az egyik, amiért egyébként anyukám is vett ugyanilyet, ugyanilyen kabátot egyébként, itt két kabátot vettünk. De mondom, nagyon jó pulcsikat láttam, meg ilyen felsőket, úgyhogy vissza szeretnék menni, hogy ezeket jobban meg tudjam nézni. Csak akkor már annyira fájt a lábam, meg annyira mehetnéken volt, meg enni akartam, mert nem ettem semmit egész nap, úgyhogy már nem volt erőm. De mindegy, ez is le volt értékelve, ez a kabát, ez egy L-es kabát. És még azt is mondanám, hogy nagy rám, de hogyha aláöltözök, akkor nem nagy. Tehát L-es kabát 7000 forintra volt leértékelve. Nem tudom, hogy miről volt leértékelve. Most ezt tetszett, hogy ezt leszettem róla. És ez egy ilyen nagyon szép, szintén nagyon nehéz kabát. Ilyen fekete kabát. Ilyen elegánsabb szerű, de tök jól állt nekem. Azt láttam. Úgyhogy igen, ez így néz ki. De nincsen rajta... Így néz ki, ugye? De nincsen rajta se gomb, se semmi, úgyhogy azt majd meg kell oldani, úgyhogy ezt majd oda kell adnom a nagynénémnek, hogy varjon rá valami nagy gombot. Egy darab gomb nekem elég lesz, mert ezt őszi-tavaszi kabátnak gondoltam. És vettem még egyet, ami szintén ilyen őszi-tavaszi kabátnak gondoltam. Ezért mentem elsősorban, hogy találjak egy barna,
kabátot, ami jó ősszel és tavaszra. És nagyon érdekes, mert ez a kabát, ez nem is annyira nagyon kabát, majd meglátjátok. Egyébként ezen rajta van az eredeti ár, ez 12 000 forintról volt leértékelve, 6500 forintra. Itt láthatjátok, jaj, eldől. Itt láthatjátok, és barna. És majd megmutatom nektek, hogy hogy néz ki, de most ezt így nem fogjátok látni, de ez úgy néz ki, mint egy poncsó. Sőt, ez konkrétan egy poncsó, de ilyen nagyon szép. De ezt majd felvéve jobban fogjátok látni. Úgyhogy szerintem akkor, hát nem tudom. Először felveszem a pizsit, megnézem, hogy az jó, hogy milyen az rajtam, és akkor így szépen sorba fogunk haladni, és akkor végén megmutatom a kabátokat. Na hát így néz ki a pizsi, és hát lehetne egy kicsit nagyobb, olyan oversize-osabb, de ez is jó egyébként, kényelmes. Nyilván kényelmesebb lesz, hogyha majd nem lesz rajtam melltartó, nyilván. De most nem akartam levenni nyilván. Na mindegy, ilyen a naci. A naci egy kicsit nagy derékban, derékban eléggé nagy rám, az le fog csúszni, biztos vagyok benne. A felső viszont itt feszül, de nem baj. Egyébként nagyon kényelmes és puha, úgyhogy ez jó. Ez jó, ez nagyon jó. És akkor itt van az a kis Stay Wild felirat, és így néz ki. Semmi extra. Szerintem tök aranyos. Én szerintem szeretni fogom. Ez gyerekek eszméletlenül kényelmes, hihetetlen, oversize, nagy, nem tudom, ezt elveszük, és ilyen a naci. Nagyon-nagyon kényelmes. Eddig jön fel egyébként. Itt van ez a kis, az agatyájának a kis bizéja, mi a vége? A gumia, igen, ez itt van, tehát eddig jön föl, és kényelmes. Nagyon kényelmes. A nadrág különösen, és a felső is nagyon-nagyon kényelmes. Egyszerű, tudtam én egyébként, hogy ilyen oversize méretű lesz. Nagyon-nagyon kényelmes. Nagyon-nagyon, nem tudom, hogy hogyan, mennyit látok ebből, de így néz ki. És megmutatom az alját. Nagyon szép. Megmutatom az alját a gatyának gyorsan. Így tudnám szemléltetni, hogy ilyen. Ilyen kis puty, tudjátok? Ilyen nem magadra feszül, hanem ilyen kis lenge. A naci tök jó egyébként, nekem valamire tetszik. Nagyon-nagyon kényelmes, úgyhogy szerintem ezt sokáig sokat fogom hordani, úgyhogy igen, ez az. És akkor gondoltam ezzel az outfittel, várjátok, ne kéne ezt venni rólam, mert akkor ezt megtartjuk, mert addig nem akartam levenni. Amíg nem tudja, hogy megtartom, de tudja, hogy megtartom. Szóval, most ez egy kicsit lehet, hogy fura lesz, de nem baj, megpróbálom felvenni. Nos, ilyen ez a kabát, mint ahogy mondtam, és ide kellene egy gomb, és sokkal jobban néz neki szerintem. Nem túl hosszú, tehát ideig ér, és olyan, mintha itt fölül nagy lenne rám, de hogyha ezt így kinyitnánk, valahogy nyitva lenne, és akkor ez így, akkor ez így szerintem tök jól néz neki. De nem nagy, mert fura, mert itt nagynak tűnik, de egyébként máshol nem nagy, úgyhogy fogalmam sincs, és van valami a zsebébe. Ha, lett ez tépve róla, na akkor most meg tudom mondani, hogy ez eredetileg 15 000 forint volt ez a kabát. Ja, mennyire vettem 8000-ért, úgyhogy igen, ilyen ez a kabát, és akkor mutatom a másikat is. Nos, ez a másik, ezt is mindenféleképpen megtartom, tehát ezt rögtön már le is veszem a címkét.
Ez a kabát, ez így néz ki, amikor fölveszed, csak kicsit hülyen áll most, várjatok. Igen. Tehát az a helyzet, hogy ez a kabát, ez, ha jól tudom, M-es. Na most én először az L-eset próbáltam föl, az brutál nagy volt. Ez is nagyon nagy, de szerintem direkt ilyen nagy, hogy ugye alá lehessen öltözni, meg minden. Vannak rajta gombok, itt kettő, meg itt fönn is vannak rajta gombok, ezeket most nem fogom felcsatolni, de ez így néz ki. Így. Ez konkrétan egy ilyen kis poncsó. És szerintem tök király, nekem tökre tetszik, nagyon puha anyaga van, és illeni fog mindenhez. Nem tudom, kicsit lejjebb viszem a kamerát, hogy lássátok jobban. Aha, így. Tehát ilyen. Ilyen. De itt van egyébként neki egy külön új. Hát itt van egy külön új neki. Ó, amit szét is lehet szedni, ahogy érzem. Itt van egy gomb. De ezt nem láttam még. És van neki, ugye, kettő... Jó. Mindegy, van neki kettő zsebe, és akkor itt van kettő gomb, amit ugye be lehet gombolni, és akkor vannak ugye itt, ahogy mondtam, itt feljebb lehet gombolni, csak egészen igazából így be lehet gombolni, amit annyira nem akarnék, de be lehet. Úgyhogy igen, ez az új kabim, és nekem nagyon-nagyon tetszik. Oh. És akkor most, hogy megmutattam nektek az összes ruhát, meg mindent, amit vettünk, most gyorsan elpakolok. Mindent el fogok pakolni, úgyhogy most ezt fogjátok látni, aztán szerintem utána majd elköszönök, mert már készen vagyok, és még sok mindent kell csinálnom még azelőtt, hogy ugye a bogiék ide érnek holnap, úgyhogy ja, most pakolni fogok. Okay, szerintem én mindent befejeztem, amit be akartam fejezni. Most igazából még csinálok néhány dolgot, de igazából én ennyit gondoltam megmutatni a mai napból. Most már biztos vagyok benne, hogy legalább 8:30 van. Tuti, 100%. Úgyhogy nem vagyok boldog. De mindegy, szóval igen, a holnapi naptól nem tudom, hogy lesznek a vlogok, majd meglátjuk. Lehet, hogy majd fogok foglalni, lehet, hogy nem. Nem tudom. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok. Remélem tetszett nektek ez a vlog, és legyen nagyon szép napotok. Illetve még nem kívántam nektek boldog karácsonyt, úgyhogy utólag is boldog karácsonyt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy nagyon-nagyon jól telt a karácsonyotok. És majd, hogy miket kaptam karácsonyra, szerintem nem fogom most megmutatni, vagy nem fogom nektek ez évben megmutatni, mert annyira nem sok minden is nagyon össze-vissza kaptam őket. Viszont akartam, emlékszem, hogy ma még akartam beszélni pár termékről, amit karácsonyra kaptam, és kipróbáltam. Na, azt majd már, hogy máskor, jó? Másik napra fogjuk csúsztatni, hogyha nem felejtem el, lehet ám, hogy el fogom felejteni, úgyhogy majd meglátjuk. Hogy mikor fogok arról beszélni, meglátjuk, mindegy. És egyébként előre is nagyon boldog új évet szeretnék mindenkinek kívánni, és remélem, hogy a következő évetek sikerekben gazdag lesz, és boldogságban gazdag lesz, és ugyanezt remélem a saját következő évemnek is. Nagyon remélem, hogy jó lesz, mert ez a mostani év nem volt túl jó, voltak nagyon jó dolgok, amik történtek velünk ez évben, de nem volt a legjobb. Lehetett volna jobb is, úgyhogy
Mindegy, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a mai napon. Még egyszer nagyon boldog karácsonyt kívánok, és nagyon boldog új évet, és vigyázzatok nagyon magatokra, találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!